A szolnoki törvényszék életveszélyt okozó testi sértés büntette, valamint magánlaksértés, személy elleni erőszakos cselekmény fenyegetésével elkövetett zaklatás és garázdaság vétsége miatt pártfogó felügyelete elrendelése mellett 2 év végrehajtásában 5 évi próbaidőre felfüggesztett börtönre ítélte azt a 31 éves büntetett előéletű férfit, aki 2021 nyarán megkeserítette volt élettársa és annak új párja életét. Az ítélet szerint a férfi nehezen viselte, hogy barátnője elhagyta, ezért 2021. júliusában 2 egymást követő estén is felkereste új kunhegyesi lakóhelyét. Első alkalommal 2021. július 29-én este 21 óra körül csak a mobiltelefonját vágta hozzá a ház egy utcai ablakredőnyének, ami ennek hatására megrongálódott. Másnap, 2021. július 30-án este 21 óra 30 perc körül időben, azonban már az ott lakók akarata ellenére erőszakkal bejutott a házba, ahol egy partfissal szétverte az útját álló üvegezett beltéri ajtóüvegét, amit a nő új élettársa belülről támasztott, így az üvegszilánkok a kezét összeszabdalták, majd a kölcsönös dulakodásuk közben egy alkalommal közepes erővel, a bakancsos lábával fejbe is rúgta az otthonát és családtagjait védeni próbáló férfit, aki kis hián elvérzett. Közvetlen életveszélyes sérülés szenvedett, mely életveszélyes állapotot az orvosi ellátás hárította el. Egy hónappal később, 2021. szeptember 1-én pedig Facebook és SMS üzenetben fenyegette meg a férfit, sírba raklak és jobb, ha ma eltűnsz, mert nagy bajok lesznek. Ezeket írta neki. Az ügyben 2022. december 8-án emelt vádat a Jászhegyszékmihályi Szolnok vármegyei főügyészség. A szolnoki törvényszék 2 tárgyalást tartott, és az utóbbin ítéletet hozott. A döntés nem jogerős. A vádlott és védője tudomásul vették ugyan a határozatot, az ügyészség azonban keveselte a kiszabott büntetést, és a vádlott terhére súlyosításért fellebbezett. Így az ügy másodfokon a szegedi ítélőtáblán folytatódik.